Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban újból arról lesz szó, hogy a héten milyen részvénnyel bővítettem a portfólióm, melyik az a részvény, amelyikből tovább vásároltam, további részvényeket vásároltam. Na most ugye nekem a portfólióm az publikus, én minden héten megosztom veletek, hogy milyen részvényeket vásárolok, illetve nagy ritkán, hogy milyeneket adok el, vagy hogy melyeket cserélem le esetleg más részvényekre a portfóliómba, úgyhogy ha új vagy a csatornán, de érdekel ennek a publikus portfóliónak az alakulás, akkor mindenképp érdemes feliratkozni a csatornára. Nos, de még mielőtt belevágnánk, ugye szeretnénk nektek mutatni valamit, nevezetesen ugye akik követitek a csatornát, hogy tudhatjátok, hogy én partneri szerződésben állok a Trading 212-vel, és hogy ők a brókerem is amúgy, szóval náluk tartom a részvényeimet. Nagyon sokan kérdezitek ezt, pedig tényleg minden videóban elmondom, mégis nagyon sokszor komment szekcióban az a kérdés, hogy én melyik brókert használom, szóval én a Trading 212-t használom, és velük állok partneri szerződésben is. Ez a partneri szerződés, ez ugye azt jelenti, amit szintén nagyjából minden videó végén elmondok, hogy amennyiben újonnan regisztrálsz a Trading 212-re, és regisztráció után használod a Zsolt promókódot 10 napon belül, illetve befizeted a minimum 10 euró összeget, és abból vásárolsz is valamit, akkor jogosult vagy egy darab ingyen részvényre, amit tetszőlegesen a broker választ ki, egészen 100 euró értékig, szóval ezt nem te választod ki, hogy mit szeretnél kapni, hanem tetszőlegesen kapsz egy részvényt, vagy akár, hogyha kicsi a részvénynek az ára, akkor akár több részvényt, vagy tört részvényt is kaphatsz. Ez teljesen tetszőleges, mondom. Na, és a héten kaptam egy csomagot, egyszer csak hívott a futárszolgálat, hogy csomagom érkezik, és nem tudtam, hogy miről lehet szó, és a Trading 212 küldött nekem egy csomagot. Igaz, ez azt hiszem, hogy karácsonykor kellett volna megkapjam, és ma, amikor felveszem ezt a videót, január 19-e csütörtök délután van, és ezt a csomagot két nappal ezelőtt, azaz kedden kaptam meg, szóval jött a futár, és átvettem a csomagot. És a csomagban egy csomó jópofa dolog volt, először is volt benne egy ilyen képes lap, amiben megköszönik a 2022-es munkámat. Ezen kívül kaptam egy ilyen határidőnaplót, ami szintén tök jó pofa. Kaptam egy írószert, ugye akik ismertek, tudhatjátok, hogy én amúgy lézergravírozással foglalkozom, szóval ilyet én is tudnék magamnak csinálni. Kaptam ezt a pólót, ami szintén nagyon jó pofa, illetve a legjobb dolog, aminek tényleg nagyon hasznát veszem, kaptam egy ilyen tavaszi kabátot, szintén a Trading 212 logóval, úgyhogy hát teljesen meglepődtem, nagyon örültem neki, számomra ez is azt mutatja, egy komolyan vehető vállalatról van szó, és ami miatt még azt gondolom, hogy komolyan vehető ez a vállalat, ugye erről is sokan kérdeztetek, hogy mennyire megbízható ez, meg nem léphetnek-e fel likviditás problémák, meg ilyesmi. Hát én nagyjából most már közel egy éve állok velük ilyen partneri szerződésbe, és szeretném elmondani, hogy minden hónapban hát óramű pontossággal megérkezik a partneri szerződésünk után az az összeg, amit nekem utalnak bankszámlára, szóval azt nem a broker számlámra kapom, hogy ott esetleg náluk vásároljak további részvényeket, hanem azt egyenesen bankszámlára kapom, és azt csinálok vele, amit akarok, szóval ha akarom, visszautalom a Trading 2-re, ha akarom, nem utalom vissza, és mondom, ezeket a pénzeket folyamatosan, napra pontosan mindig megkapom, szóval számomra ez is egy olyan jel, ami azt mutatja, hogy így rendben vannak anyagilag, úgyhogy szerintem pláne kezdő befektetőknek ez egy nagyon jó broker, mert ugye nincsenek rejtett költségek, és ingyenes a kereskedés. Na de akkor most már vágjunk bele a portfólióm áttekintésébe, illetve beszéljünk arról, hogy milyen új részvényeket vásároltam a héten. Lehet, hogy lesz, aki meglepődik, szóval itt láthatjátok a portfólióm, és az Asanára bővítettem rá. Nevezetesen, ugye nekem itt volt 2 darab részvényem, 18 dolláros bekerülésjárral, és rávettem még 10 darab részvényt még múlt pénteken, amikor még jóval 13 dollár alatt volt, sőt azt hiszem 12 alatt is talán, és egyből 13 dollár 10 centre sikerült javítanom a bekerülésjáramat, úgyhogy jó 5 dollárral javítottam, és ugye a hétfő a szabad nap volt a tőzsdén, ez nem egy túl izgalmas hét, ugye a múlt héten voltak inflációs adataink,
Jövő héten már kezdődnek a negyedéves jelentések az én portfóliómból is. Látom, hogy fog jelenteni többek között a 3M, a Verizon, a Tiro is, és utána pedig kezdődik az AMD, és nem soká majd jelent a Meta is, és így tovább. Úgyhogy a jövő héttől beindul azért kicsit az élet az amerikai piacon, de tényleg ezen a héten semmi különleges nem nagyon történt, se inflációs adat, se Fed gyűlés, se negyedéves komolyabb jelentések, úgyhogy ha jól tudom, pont ma jelent a Netflix, de az nekem nincs a portfóliómban. Mindegy, úgyhogy ez egy kicsit ilyen lazább hét. Hétfőn ugye Amerikában zárva volt a tőzsde, úgyhogy hát ma csütörtök van, túl sok izgalmas dolog nem történt. Minden esetre kedden még emelkedtünk, az Asana is volt egy adott ponton ilyen 15 dollár körül, viszont a tegnap egy pirosabb napunk volt, minden ilyen mínusz 2-3%-ban zárt, és ma a piac nyitáskor azt látom, hogy ez a trend folytatódik, többek közt az Asana is mínusz 5%-ban van, és ebben a pillanatban, amikor felveszem ezt a videót, 13 dollár 36 cent. Ugye ez azt jelenti, hogy még egy picit most is pluszban vagyok vele, de volt, amikor elértem a plusz 10%-ot is. Ugye ezt mindezt úgy, hogy a 18 dolláros bekerülési árammal, mikor 2 darab részvényem volt, akkor így nagyjából mínusz 20-25%-ban voltam ezzel a pozícióval, de evel a rávásárlással egyből ugye borzasztóan megjavítottam a bekerülési áramat. Ugye nagyjából 130 dollárt fektettem be, mert 10 darab részvényt vettem, ugye szóval 10x13 dollár. És így egyből, már mikor megindult picit a részvénynek az ára felfele, nagyon könnyen átcsapott ez a nagy mínusz egy kis pluszba. Úgyhogy hát beszéltem nektek arról, hogy nem szeretek pozíciókat mínuszosan eladni, ezért is bővítettem rá. Nem célom az, hogy év végére mondjuk ezt a pozíciót odáig bővítsem, hogy legyen 1000 dolláros, de hogyha egyszer úgy döntök, hogy eladom és nem tartom tovább, akkor is egy picike plusz legalább legyen rajta, és most elég jól állok most már így ezzel a történettel, ezért ezt a részvényt választottam a héten. Amiről még szeretnék beszélni, és amiről azt gondolom, hogy érdemes is beszélni, az nem más, mint hogy a dollárnak az árfolyama ugye az utóbbi hetekben elég rendesen elkezdett visszaesni, és emiatt ugye elég furcsa dolgok állnak itt elő, például az Asana-nál, hogyha most ránézek a portfóliómra, akkor én mínuszban vagyok, annak ellenére, hogy az Asana most 13 dollár 30 cent, de a dollár többet esett a lejhez képest, mint amennyit ment a részvény árfolyam. És ezt is nagyon fontos megérteni a Trading 212-nél, mert ezzel kapcsolatban is borzasztó sok kérdést kapok. Szóval, te mikor vásárolsz részvényt Trading 212-n, akkor a te részvényed dollárban van nyilvántartva. Teljesen mindegy, hogy neked a számlád az forintban van nyitva, euróban van nyitva, lejben van nyitva, vagy teljesen mindegy, milyen valutában van nyitva. A részvényed, ami megvan, az dollárban van nyilvántartva. Ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk vásárolsz egy darab Meta részvényt, az azt jelenti, hogy a részvényed dollárban lesz nyilvántartva, és ezután tulajdonképpen te ugye függsz a részvény árfolyamtól is, hogy merre mozog a Metának az árfolyama, illetve függsz attól is, hogy a te regisztrált valutád hogyan viselkedik a dollárhoz képest. Csak hogy egy példát mondjak, mikor a dollár a csúcson volt, akkor nekem a portfóliómban több olyan szituáció is volt, hogy konkrétan a részvény árfolyammal mínuszban voltam, de összességében pluszban voltam a saját valutámat tekintve, mivel akkor vásároltam részvényt, amikor a dollár még olcsó volt. Fú, remélem érthető. Szóval a lényeg, hogy itt a dollár és a te valutád árfolyamának is ki vagy téve, simán előfordulhat, hogy mondjuk egy részvényel mínuszban vagy, de a dollár annyit erősödik mondjuk a forinthoz képest, hogy neked azt mutatja, hogy mégis pluszban vagy, mert forintban pluszban leszel, ugye? Szóval ezt nagyon fontos megérteni, erről nagyon sokan kérdeztek, szóval, hogyha vásárolsz részvényt, a megvásárolt részvény már dollárban van nyilvántartva. Teljesen mindegy, hogy a te felhasználód, mikor regisztráltál, akkor forintot adtál meg, vagy eurót adtál meg, vagy bármilyen valutát adtál meg, a megvásárolt részvény dollárban van.
Na de menjünk akkor tovább, szóval elég nagy mínuszok vannak most a piacon, így csütörtök délután, ugye az Asanával kezdtem, de kezdjük akkor az elején, szóval a 3M is mínusz 1%-ban van, ilyen 120 dollár körül mozog a 3M, és pont rákerestem már a napokban, hogy a 3M mikor szokott osztalékot bejelenteni, és azt láttam, hogy február első napjaiban érkezik az osztalék bejelentés, amire ugye nagyon kíváncsiak vagyunk, mert akkor fog osztalékot emelni a 3M, csak az a kérdés, hogy mennyivel. Ugye a 3M jelenteni is fog jövő héten, mondom, ez is megmozgathatja lassan a piacot. Az AMD elég jól teljesített az utóbbi egy hónapban, tegnap már 70 dollár felett járt jóval, volt 72 dollár is, de ma újra visszaesett már 2%-ot, és 68 dollár körül mozog, ugye. Én itt nagyon-nagyon messze vagyok a bekerülési áramtól. Asana, mondom, az Asana ma mínusz 4%-ban van, de pluszban vagyok vele, hála a vásárlásoknak. Az Intelnél 8 darab részvényem van, az Intel, mikor felveszem ezt a videót, 28 dollár még mindig az Intel. Én azt vártam, hogy az Intelnél lesz egy ilyen sokkal gyorsabb visszapattanás, vagy ilyesmi, legalább ilyen 35-40 dollárra, de hát ez nem történt meg, és nagyon messze is állunk tőle. Minden esetre osztalék portfólióba az Intel jó választás lehet, hogyha az Intel nem vág osztalékot. Ezen a 28 dolláros áron az Intel több mint 5%-os induló osztalékhozammal kecseg. Tehát szóval, ha nem vág osztalékot, akkor az Intel akár jó vétel is lehet hosszú távra. JP Morgan, ugye itt még mindig pluszban vagyok, itt nagyon jó áron sikerült belevásárolni ebbe a részvénybe, 115 dollár körül, és a JP Morgan most, mikor veszem ezt a videót, 135 dollár, annak ellenére, hogy picit azért megcsapkodták múlt héten a jelentés után, de nem volt vészes, úgyhogy nagyon rendben van itt a bekerülési áram. A Legetenplet tényleg az minden héten így megközelíti a bekerülési áramot, de akkor onnan mindig visszafordul, szóval most is mínuszban vagyok vele. 5,5% most is az induló osztalékhozam a Legetenpletnél, jó lehet osztalék portfólióban. Meta, 193 dolláros bekerülési ár, 16 dollár. Hát a Meta is fog jelenteni egy nagyjából két hét múlva. Nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem nagyon sok befektető várja ezt a jelentést, hogyha ott lesz valami, ami nem tetszik a befektetőknek, akkor szerintem simán benne van a pakliban, hogy megint visszamegyünk ilyen 100 körülre, vagy akár 100 alá is. Viszont ha végre egy kicsit jól alakulna ez a történet, akkor viszont felfele is mehetünk. Hát nem akarok tippelni, mert tényleg nem vagyok ebben jó, és nem szeretem az ilyesmit, de akkor szerintem mehetünk ilyen 150-160 dollár körülre is. Sok függ szerintem ettől a jelentéstől, és rövid távon elég rendesen megcsapkodhatják a Metát. Nézzük akkor tovább, szóval Nike, itt 3 darab részvény, ugye ez nagy dilemma, adjam el, ne adjam el, mivel nagyon kicsi pozícióm, de rábővíteni a jelenlegi árán nem szeretnék. Realty Income is már 65 dollár felett van stabilan, úgyhogy ugye a Realty Income-tól én a héten kaptam meg az osztalékot, nevezetesen hétfőn, ugye, mert vasárnap lett volna 15-e, ez azt jelenti, hogy azt megelőző pénteken fizették ki, de a Trading 2-2 felhasználók nagyjából mindig 1-2 munkanappal utána kapják meg. Starbucks, 14 darab részvény, itt is pluszban vagyok, és itt is azt gondolom, hogy jókor sikerült a vásárás. A Tiro egy érdekes történet, a héten volt 120 dollár körül, de ma újra mínusz 3%-ban van, és 114 dollár, szóval amennyiben ismét az én 109 dolláros bekerülési áram alá esik, akkor én ismét fogok vásárolni. Ugye, hogyha például jó trader lennék, és foglalkoznék ilyesmivel, és jól is csinálnám azt, amit csinálok, biztos vannak ilyenek is, akkor a Tirót az elég rendesen meg lehetett volna lovagolni az elmúlt hónapban, mert folyamatosan vagy leesett 108 dollárra, onnan volt, hogy felment 125-ig, vissza, fel, úgyhogy aki ezeket a hullámokat jól elkapta, akkor a Tiroval nagyon jól lehetett járni, de tudjátok, én nem foglalkozom ilyesmivel. A tetovált séf a tegnap is csinált egy mínusz 10%-ot, biztos, ami biztos, szóval itt ugye nem is beszélek már róla. Tesla. A Tesláról viszont érdemes beszélni, mert a Tesla most is, hát úgy, hogy ma is esett, 127 dollár körül van, viszont volt 135 is a héten.
Úgyhogy hát itt is egyelőre úgy néz ki, hogy jó a bekerülési áram, ugye? Annak ellenére sokan azt mondták, hogy 80-ig, meg 70-ig, meg 60-ig meg se fog állni, ahhoz képest 115-ről felfelé indult meg. Persze ez nem azt jelenti, tudjátok, hogy nem esett oda 60 dollárra, vagy akárhova, tudjátok, itt amúgy sem folyik semmiféle pénzügyi tanácsadás, ez csak az én véleményem, ugye én egy egyszerű befektető vagyok. Szóval a Teslával egyelőre én elégedett vagyok, minden esetre én is arra számítottam, hogy tovább esik a 115 dollárról, persze volt alatta is, nem az alját kaptam el, de hogy esetleg még lesznek további esélyesek, és így esetleg nagyobb pozíciót tudok építeni, így ezen a 130 dollár körüli szinten én már nem veszem, mert ennél jóval jobb a bekerülési áram. Verizon, ugye a Verizon 40 dollár alatt volt, vagyis ahhoz közel, nézzük is, meg igen, 39,76, és ezen az árszinten ismét 6,5%-os a Verizonnál az induló osztalékhozam, úgyhogy osztalékportfólióval mindig elmondom, nagyon jó vállalat szerintem, persze, ha nem lesz osztalékvágás. És az utolsó pozíció pedig a Walgreens, itt 40 darab részvényen van, 42 dolláros bekerülési árral, és hát itt is lenne mit javítani a bekerülési áron, mert most 35 dollár 53 cent a Walgreens, és ezen az árszinten 5% feletti az induló osztalékhozam, szóval hát ez is jó osztalékportfólióban. Ugye vannak itt ilyen vállalatok, hogy Leggett & Platt, a Tiro is 4% feletti induló osztalékhozammal 114 dolláron, Verizon 6,5% és Walgreens 5% feletti. Szóval több olyan pozícióm is van, ami most nagyon jó induló osztalékhozammal kecsegtet. Úgyhogy hát szerintem ezeket fogom a továbbiakban bővíteni. Minden esetre most azért egy picit visszaestünk, ugye a múlt héten nagyon pozitív lehetett mindenki, mert jó hírek érkeztek, és azt láttuk, hogy minden nap azért picit zöldülünk. A héten azért a tegnap is és ma is egyelőre elég piros napunk van, meglátjuk, mit hoz majd a jövő. Nos, srácok, hát ennyi lett volna a mai videó. Én köszönöm szépen mindenkinek, aki végignézte. Kérlek, amennyiben tetszett is, ha már végignézted, akkor nyomj egy lájkot. Amennyiben még nem lennél feliratkozva a csatornára, akkor ezt megteheted. Külön köszönöm a csatorna tagoknak, akik havi 1000 forinttal támogatják a csatorna működését. Nagyon hálás vagyok nektek. Illetve még szeretném elmondani, hogy amennyiben szeretnétek regisztrálni a Trading 212-re, ugye akkor, ha használjátok a Zsolt promókódot, akkor jogosultak vagytok egy darab ingyen részvényre. Illetve a Seeking Alpha Premium most fél áron elérhető, ehhez is találtok linket a videó leírásában. Én köszönöm szépen nektek még egyszer a figyelmet, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, sziasztok!